Azt olvastam rólad, hogy hullámzó vagy a tekintetben, hogy introvertált vagy, másik korszakodban exhibicionista. Ez így van? Tehát ez ilyen... Szerintem igen. Most milyen korszakodban találkozunk? Ebben a pillanatban? Nem is tudom, most olyan introvertáltan érkeztem, de hamarosan szerintem kibontakozik valami az exhibicionista itt a kérdések hatására, szerintem ez így váltakozik. De minden emberben azt gondolom, tehát minden emberben szerintem az arányok kérdése, csak szeretjük így leegyszerűsíteni a dolgokat. És minek kell történnie, hogy mondjuk egy introvertált hangulatból extrovertált hangulatba érkez? Igazából ezt nem tudom megfogalmazni, bármi történhet. Tehát egy jó impulzus, egy gondolat, ami átfut az agyamon, egy korszak is lehet ez. Tehát, hogy igazából tulajdonképpen maga a szakmámból fakad az, hogy megköveteli valamennyire az exhibicionizmust, viszont az alapalkatomban meg van egy ilyen hajlam az introvertáltságra, szóval, hogy valahogy ezt a kettőt így muszáj vagyok ötvözni. Rossz teljesítetben nem nagyon beszélhetünk introvertáltságról. Abszolút nem. Nem? Nem, ahogy szokták mondani. Soha nem is. Nem volt. Nem volt korszakod, amikor tudod, kicsit... Nem. Te tényleg beképzelt vagy, hogy inkább ez brahi? Nem, tényleg az. Tényleg az vagy? Igen. És itt el vagyok szállva magamtól. Na, azt mi táplálja? Hát nézd, én azt hiszem, hogy ha bár azt szokták mondani, de sokszor szembesültem olyan dolgokkal, tudod, amik egyébként igazak, de aztán nem tudtam a magamévá tenni. Tehát azt mondják, hogy minél sikeresebb vagy, annál szerényebbnek kell lenni. Nekem ez nem ment. Te tehát minél sikeresebb voltál, annál önhittebb, igen? Önhittebb voltál? Nem az, hogy beképzett voltam, de hát azt mondja, magabiztos voltam. Tehát tudtam azt, hogy van, amit tudok. Tudod, és akkor én azt így pacekba mondtam. Az más sem, a magabiztosság, meg az elbizakodottság. Igen, de ebben biztos, hogy volt elbizakodottság is. Tehát azért ez biztos, hogy benne volt. Tehát, hogy én mindig megmondtam a tutit mindenkinek. Azt is szereted, amikor neked mondják meg? Nem. Szeretem. Akkor te miért mondod? Szereti, vagy te szereted, ha megmondják a tutit? Attól függ, hogy ki mondja meg. Mondjuk neked más a szakmád, egy rendező alapjából, ha nem is a tutit, de azért megmondja, hogy körülbelül mi van, vagy hogy van. Igen. A mi szakmánk úgy van fölépítve, tudod, hogy ez amit ti láttok egyébként a tévékben a Gordon Ramsay, meg ez a baromkodások egyébként, ami nem az egyébként, ez a Yes Chef, ez kérlek szépen, ez működik a mi szakmánkban, tudod? Tehát ugye én vagyok itt fönt a csúcson, és onnantól lefele, hát mindenkinek kus. A munka, mint ahogy azt mondom, talán nem tudom, csak így próbálom átvezetni hozzátok, az előadás végén leülhetünk a büfébe, megbeszélhetjük, hogy mi volt a jó, mi volt a nem jó, mind kell változtatni, vagy bármi van. De meló közben, hogyha én szólok valamit, és azt mondom, hogy Pali, vajazd le a kacsát, akkor ő neki egyetlen egy lehetősége van, hogy azt mondja, hogy igen, séf. Mi van akkor, ha neked azt mondta, hogy de szerintem ezt nem, most... Nem mondhatja, nem. Akkor leverem. Most nem a szószoros értelemben, de voltak ilyen séfek, akik ezt leverték egyébként. Szóval, tehát nemrég halt meg egy nagyon nagy séf a Robuson. Ugye a Robuson krumplipüré az egy ilyen fantasztikus dolog, amit Magyarországon minden szakács tudja. Az a lényeg, hogy rohadt sok vajat raknak bele. És ő egy vas serpenyővel, még 70 éves korábban is azzal látta fejbe. Ez nem egy szép dolog, de ezek megtörtént dolgok voltak, mert hogyha elmondott valamit 4-szer vagy 5-ször, és 6-szor is úgy csinált, akkor lenyomott egyet. Nálad volt, hogy mozdult a serpenyő valaha? Nem ütöttem meg egy sorna. Nem. És volt nem. Olyan, hogy valakit megaláztál? Ma biztos, már azt mondod, biztos, hogy... Biztos. Hát figyelj, nagyon felfokozott idegállapotban vagy. Pörög minden. Tehát, és ott így kell, hogy menjen mindent. És amikor abba valami becsúszik, akkor baj van. Bocsánatot tudsz kérni? Abszolút. Az a baj, tudod, hogy én 2 perc alatt elfelejtem. És utána ugyanúgy oda megyek, hogy... És nem értem, hogy a másik meg így néz rám, mint most a Krisztián. Én? Igen. Szépen nézem. Vagy Franciska. Én így. Így néz. Ja, nekem sem is így nem bejöttet. Még mindig nem. És akkor így néz rám, hogy mit akar ez? Tudod? Mit? Én hamar elfelejtem egyébként, igen. Franciska, amikor a te esetedben korán jött, már a főiskolán jöttek szerepek, arra soha nem kellett vigyáznod, hogy ne szállj el? Szerintem nem vagyok nagyon hajlamos rá, tehát mindig van egy önkontroll bennem, meg mindig próbálom elemezni azt, ahol tartok, hogy meg nem nagyon ismerem ezt az ilyen
igazán elégedettségérzés, tehát mindig azt érzem, hogy van hova fejlődni, szóval szerintem nem vagyok erre annyira hajlamos. De fiatalon sem, amikor az embert hívják szerepekre, sokkal több lehetőséget kap, mint az osztálytársai. Valami kiemelkedő. Az, jó érzés. Az egy jó eső persze, érzés. Persze, nagyon jó érzés, csak nem éreztem magam elszállva tőle, tehát szerintem az inkább egy dolog, hogy amikor ilyen nagy lehetőséget kap egy ember, akkor kicsit így megfordul vele a világ, például amikor még nem annyira kiforrott a személyisége, és akkor azért meg tudja ez őt ingatni szerintem, és ilyenkor például szerintem sokkal érzékenyebb, nem tudom, lehet, hogy hisztisebb, vagy pont az, hogy fél a feladattól, és mondjuk ez az, amit szerintem inkább így az emberek mondjuk talán elszálltságnak tudnak tekinteni. És a többiek szerint? Nem, mindig igazából ezen szoktam gondolkozni, és szerintem alapvetően bennem van valami, amitől az emberek azt gondolják, hogy van egy ilyen, nem is tudom, magabiztosság, vagy valaki talán önhittségnek gondolja, de... Mit értenek félre szerinted? Nem tudom, szerintem a kisugárzásommal van valami, de azt gondolom, hogy amikor így megismernek az emberek, vagy valakivel beszélgetek, akkor szerintem egy pár mondat után, vagy pár perc után mindenki, vagy nagyon sok embertől hallom vissza azt, hogy én nem ilyennek képzeltelek, például nagyon szeretem a humort, nagyon szeretek viccelődni, ez még most nem derült itt ki, de lehet, hogy ki fog. Ezt én is visszakapom egyébként, tehát azt mondják, hogy ugye minden, tőlem a szakmában sokan félnek, legalábbis ugye a fiatalok, tehát sokan, nagyon hamar lehoztam őket, és sokszor visszajön azért, mostanában már olyan 50-60 után, hogy hát nem is gondolták, hogy ez a Lajos, hogy ennyire ember is tud lenni. Mert úgy különben úgy hivatalosan effektíve, hát bunkó vagyok. Ezt így ki tudod jelenteni? Nem, vigyelj, de a mások, nem vagyok az egyébként, de mások ezt így élik meg. Tehát ugye, figyelj, nem tudom beburkolni a dolgaimat, vagy valamit, tudod, és mit tudom én, szól egy fiatal szakács, ezt a barátaim sokszor a szememre vetik, tehát próbálnak engem azért úgy irányítgatni, tudod, az egyik katolikus abból az irányból nyomja, a másik abszolút a számszaki ember, abból az irányból nyomja, a harmadik nagyvállalati vezető volt, és akkor amiket ott tanult, azokon próbálnak rajtam csiszolgatni, több-kevesebb sikerrel egyébként, tudod. De például mondjuk szól egy fiatal szakács, hogy séf úr, tudna nekem stázsoló, törvény gyakorló hely, hogy elmenjek cukrásznak. És akkor, ami egy nagyon pozitív dolog, mert igyekszik más tanulni, vagy valami, és én ugye az első tahó mondatommal lomboztam szegény gyereket, mondtam elő, főzni tanulj meg, aztán ugráljál máshova. Te jó Isten! De én megszereztem neki a helyet, és ezért, úgyhogy, de figyelsz el, a... Lennél saját magad főnöke? Nem. Biztos, hogy nem. A Vörös Sárkányban, figyelj, a Vörös Sárkány étteremben voltunk a Kassai Gyurival, aki egy nagyon jó csapatot csinált, ez egy hokis srác volt egyébként, de a csapatot nagyon jól épített. És ott el voltam szállva magamtól, ott is már. Vagy tőled szokatlan módon? Szokatlan módon, hogy mivel azt mondtam, hogy mert rajtam függött minden, ugye kínait csináltunk, senki nem tudott semmit a kínaiból, és ezzel én vissza is éltem. Tehát, hogy tudod, amikor bármi probléma volt, akkor odalögtem, hogyha nem tetszik, akkor elmegyek, akkor sem tudom, amit akartok, és ezzel effektíve ugye mégiscsak zsaroltam őket. De ebben volt egy ilyen irónia, vagy játékosság? Játékos, de ebben nem ez pacek, ez kemény volt. A se irónia, se játékosság nem volt benne. Franciska, azt mondtad, hogy soha nincs, vagy nem lesz úrrá rajta, olyan igazi nagy elégedettségérzés. Ez mind a mai napig elkerült? Igazából vannak pillanatok, napok akár. Napok akár. Nyilván nem az, hogy ülök otthon és elégedett vagyok az életemben, hanem hogy mondjuk valami, hogyha olyan jó történik, vagy én is büszke vagyok, vagy ugye a csillagok úgy álltak, hogy amit belefektettem munka, meg szóval, hogy úgy minden összeállt, akkor ezért van olyan, hogy érzem ezt az elégedettségérzést. Mondasz egy példát, ami mondjuk még ránk tartozik? Tehát mikor volt olyan, amikor úgy, ahogy mondani szoktam, megveregetted a saját vállad? Igazából talán, hát szerencsére több ilyen pillanat volt már, de mondjuk amit így ki tudnék most emelni, az az Északi Fény, amit nagyon-nagyon szerettem, kezdetektől fogva tudtam, hogy ez egy óriási dolog, hogy ezt a szerepet megkaptam, nagyon-nagyon komoly vízióm volt a szereppel kapcsolatban, nagyon szerettem volna átadni az üzenetet, a gondolatot, amit ugye Márta is szeretett volna, Mészáros Márta,
És úgy éreztem, hogy ez eljutott az emberekhez, és nagyon jó visszaigazolásokat kapott a film. Ezen múlik? A te elégedettségérzésed? Ez érdekes dolog, mert ugye sajnos a színész azért egyszerűen a közönség reakcióiból építkezik, tehát ki vagyunk szolgáltatva a reakcióknak, tehát nem tudom azt mondani, hogy jó, engem nem érdekel, hogy mit gondol a közönség, persze, hogy érdekel, persze, hogy minden színés szeretné, hogyha szeretnék, amit csinál, hogyha megkönnyezni. Sokszor összejön, vagy sokszor nem jön össze, ugye az, hogy ugye, mi szoktuk mondani, hogy vannak ezek a művész darabok, amiben ti rohadtul jól érzitek magatokat egyébként, de nem biztos, hogy a közönség isnek is így van, tudod, erre egyszer egy manöken hölgy mondta kérlek szépen, hogy a Michelin csillagos, hogy is fogalmazott, hogy tudjátok, hogy ki szereti ezeket a Michelin csillagos kajákat? Hát a séf. Ugye, tehát, hogy az, ne, ezt a fajta színházat pedig a rendező? Tehát, hogy és az ugye nálunk is az a jó, amikor ez a kettő összejön. Tehát amikor te rohadt jól érzed magad ebbe az egészben, úgy érzed, hogy művészileg te a teljesítményben oda tudtál rakni, minden olyat oda tették, kipróbáltál, ami már úgy benned volt, és ez volt, a rendező rohadt jól érzi magát, és gyerekek, sajnos hát ugye ebből élünk, vagy hát a közönség, vagy nálunk a vendég. Tehát ezért mi is egyébként, csak ez, hogy elégedett én soha nem voltam igazán magammal. Tehát attól, hogy én beképzelt vagyok, és elszállva vagyok, az nem jelenti azt, hogy elégedett voltam. De miért nem, amikor elkészült egy fantasztikus fogás? Azért, mert utána már lépsz tovább. Aztán úgy jön, úgy, mint ti. Érted? De nem érezted azt, hogy ez... De azt mindig érzem. De? Azt mindig érzem, de lépek, de nem ülök meg rajta, tudod? Aha. Tehát, hogy hú, hát ez igen. És akkor ez nem tudod, hanem lépek tovább. Kóstolgatom a közönséget, ugye, tehát, hogy tényleg tetszik nekik, vagy nem egyébként, tudod? Tehát, de elégedett soha nem voltam. Tehát, hogy ezt gondolom, szerintem ugyanolyan, próbálok mindig így átvonatkoztatni, és szóljáram, hogyha hülyességeket mondok egyébként. Nyugodtan. Kíváncsi vagyok. Nem, még mondhatok hülyességet, mert kíváncsi vagy, hogy ugye amikor az ember így próbálgatja ezeket a dolgokat, akkor szembesül egyébként vele, hogy én azt hiszem, hogy hú, de jó, de egyébként a közönség úgy érzi, hogy nem. Érted? És akkor az ember próbál változtatni. Úgyhogy, tehát, hogy nálatok van olyan egyébként, hogy kialakul egy darab, és akkor lejátszátok mondjuk 300-szor, vagy 200-szor, és akkor onnantól kezdve nem változtatsz rajta. Szerintem a darab folyamatosan alakul. Persze. Nálunk ugyanígy alakul az étel. Tehát azért mondom, tehát, hogy ez egy ilyen rokon szakma egyébként. Igen, mert igen, alkotó szakma, akár tetszik, akár nem. Ezért a nagy szavakat mondok, hogy szakácsművész, de hát tényleg az egyébként. Igen, de tényleg így van, tehát, hogy nincs kétszer ugyanaz az étel. Pontosan így van, mi is az van, tudod, tehát, hogy egy rántott húsnál egyébként minden másfél-két hónapban kipróbálok valamit rajta, vagy valami, aztán az egy más kérdés, hogy mégis maradunk a réginél esetleg, vagy valami, de mindig megpróbálok változtatni rajta. Most Lajos, nem az a megszeppenős típus. Te, amikor bekerültél egy nagy nevekből álló társaságba, társulatba, vagy forgatásra, te az a típus vagy, aki, hogy 3-4 napig csak nézelődsz? Nem igazán. Engem nagyon motivál az, hogyha ilyen igazán nagy formátumú emberekkel kerülök össze, és velük tudok dolgozni. Mondjuk jó neked, hogyha valaki olyankor fogja a kezed? Nem, szeretem tehát, azt. Hogy bevezet, érted? Tehát, hogy... Nem igazán. Azt szeretem, és azt vettem észre, hogy általában ezek a nagy formátumú emberek nem arra kíváncsiak, hogy én hogyan vagyok alázatos, és lesem minden szavukat, hanem ők igazából akármilyen hihetetlen, ők azért vettek be a csapatba, mert az én véleményemre, nézőpontomra, művészetemre kíváncsiak. Tehát ha én ott megszeppenten állok, és izgulok, hogy most akkor mit szólnak hozzá, akkor én nem tudom hozzátenni a magamét. Inkább inspirál, amikor ilyen emberekkel dolgozhatok. Nálunk ez nem így van. Nem, nálunk megszeppen szegényként tényleg, hogy ez is akkor tudod. Hát tőled, nem csodálom. Nem, de a többiektől is egyébként tudod. Nem, nálunk ilyen. Mondjuk a Törőcsik Marival kerültél viszonylag hamar egy stábba. Te oda mentél hozzá, és úgy tekintettél rá, mint egy korodbéli kolléganőre? Tehát nem volt benned az a fajta színházi körökben elterjedt áhítat, vagy nem tudom, minek nevezzem. Névrokonok vagytok? Névrokonok vagyunk, csak igen.
volt bennem természetesen elhitet, de nem gondoltam, hogy én ezzel traktálni szeretném őt, szóval próbáltam minél diszkrétebb lenni, de aztán végül is ő volt az, aki nagyon megörült, természetesen én is örültem, csak mondom, nem akartam így nyomni magamat, de ő nagyon megörült a névrokonságnak, és nagyon kedves volt, és így nagyon befogadó volt, úgyhogy... Össze is tegeződtetek. Igen. Ugye? Igen, a focistával hát sincs kapcsolatod? Nem. Apukám András, de nem a törő úr. Jó, csak az ember törő. Okay. Ezt egyébként nagyon unod, hogy a törőcsik név kapcsán gyakorlatilag nincs olyan interjú, hogy ezt ne pedzék meg. Nem unom igazából, csak érdekes, mert nagyon sok névrokon van szerintem a pályán, szóval más nevekből is. És egyébként érdekes, de nem, törőcs... nem mindegyik jó színészte. Aha. Igazából az érdekes, hogy törőcsikből tényleg van díszlettervező is, van még egy színész, aki törőcsik, és azt hiszem még egy súgóhölgy is, most valakit találtam. Szóval nagyon sokan vannak a szakmában, őszintén szólva, és igazából ezért így, hát így meglepő számomra, hogy ezt így sokat megkérdezik, de egyáltalán nem, tehát örömmel elmondom, csak sajnos nem. Sajnos? Hát szívesen tölteném a Marival így a napjaimat, fantasztikus ember, úgyhogy... Amikor bekerültél az Örkény Színházba, akkor azt így utólagosan most már lehet tudni, hogy miért nem ragadtál ott meg? Hát ez egy hosszú és összetett kérdés, ebben most így nem mennék bele, de szerintem akkor én még nem voltam kész arra, hogy igazán ott ki tudjak bontakozni, viszont helyette Fehérváron meg nagyon... Tehát ez a te hibád volt? Hát azt hiszem, ez egy közös dolog, közös hiba, hogyha hibának akarjuk nevezni. De... Nem jött össze, van ilyen, nem? Hát csak igen, olyan jól indultam, hogy pillantás a hídról volt. Igen. Nem, én nem voltam még kész egyetlen színészileg. Tehát... Ott megsértődtél a Mácsaira, nem? Dehogy is. Hogy... Nem sértődtél meg? Megsértődni ebben a szakmában nem lehet megsértődni. Na. Nem. Ezt a major mondta a legszebben, hogy a színész nem sértődik meg. De nem, azért nem sokan megsértőd. Belül azért meg lehet sértődni. Azért te egyszer azt mondtad, hogy ha ez pedig korábban... Mácsairól én azt gondoltam, hogy rohadt jó ember. Ez nem mondta senki, hogy nem jó ember. Én nem mondtam. Igen, hogyha már meg lehet rá sértődni, tehát akkor, hogy lehet, hogy mit tudom én, túl kemény, vagy nem tudom. Tehát egy ilyen abszolút kiegyensúlyozott, nyugodt, lojális, kívülről ezt mutatja egyébként. Mm-hmm. Én abszolút, tehát nagyon sokat köszönhetek az Örkény Színháznak, rengeteg fantasztikus szerepet játszhattam, nagyon sokat tanultam belőle. Egyszerűen nem voltam kész arra, hogy ezeket a szerepeket úgy elő tudjam adni, vagy ezzel a szabadsággal tudjak próbálni, mint amit aztán meg tudtam valósítani Fehérváron. Tehát azért itt van különbség például egy fővárosi színház, meg egy mondjuk Fehérvár nem a klasszikus értelemben vett vidéki színház, de hogy, mert hiszen a társulat igazából mindenki szinte Pestről volt, de valahogy nem tudom, hogy ez miért alakult Fehérváron, abban a fantasztikus társaságban, társulatban és légkörben. Én megtaláltam sokkal inkább milyen az én színészi hangomat. Színháznak a közönsége? Van elég közönség egyébként? Abszolút. Fehérvár szerintem nagyon szerette a színházát, és szereti mind a mai napig. És az a jó a vidéki színházi létben színészként, hogy ugye nagyon, tehát ott az egy színház tölti be a 15-nek a szerepét, ami ugye itt Pesten elérhető, vagy hát most sajnos nem, de reméljük majd ismét hamarosan. És emiatt nagyon sok műfajban kell létezni, és én emiatt tudtam játszani operettet, ezért lehettem primadonna, és élő nagy zenekarra. Fantasztikus, amikor a végén a karmester kezet csókol, akkor úgy éreztem, hogy elértem valamit. Na, ott volt egy elégedettség. Ott volt, igen, nem. Nem csak ilyen buli, meg hogy nem gondoltam volna, hogy én valahol primadonna leszek, így a hangom nem is nagyon éreztem, hogy erre van kitalálva. De korábban volt is abból problémát, hogy be tudsz-e tölteni egy nagy színházba. Volt egy fél mondatod ezzel kapcsolatban, hát nem? Igen, ez technika kérdés egyébként, de szerintem lehet a mai napra már ezzel nincsen problémám. Szóval az elején nehéz volt, természetesen, mert hogy az ember szeretne őszinte lenni, alanyi és hiteles, de közben mégiscsak üvölteni kell, tehát az elején legalábbis az ember így érzi, hogy üvölt. Jó, hogy nem volt elég erős a hangod. Nem, hozzá. Hát persze ez képzés kérdése is, tehát hogy itt a hang az megszokja, alakul, fejlődik. De az is annak a kérdése, és ez főleg ilyen pszichológiai inkább, hogy az ember tényleg szeretne hiteles maradni, megkeresni magában azt az érzést, ugye az elején ez még nehezebb egy színész számára, és mindeközben ezt valahogy eltolni az utolsó sorig, ez nem mindenkinek egyenlően könnyű, mindenki mással küzd szerintem az elején, nekem ez nehezebb volt ezt megszokni. És akkor
tudjuk azt érzékeltetni, hogy mi volt Fehérváron, ami mondjuk az Örkényben nem, mert azért mondjuk a Fehérvári Színházban is hatalmas nemek voltak. Cserhalmire emlékszem, Gáspár Sándor, nagy neve, Hirtling is játszott emlékeim igen, szerint. Igen, Tóth Ildi, Derzs László János, Zsolt. László Zsolt, Makranci Zalán, Radnai Csilla. Radnai Csilla. Igen, tehát fantasztikus társulat jött ott össze. Nem tudom, hogy mi volt a titka igazából, nagyon szerettük egymást, nagyon tiszteltük egymást, olyan jó hozzászólásokat kaptam, én nem igazán szeretem, hogyha én hiszek abban, hogy a rendezőnek kell elsősorban vezetnie az előadást, és nem annyira jó ez az ilyen instruálgatás, még hogyha egy tapasztaltabb kollégáról is van szó, mert össze tudja zavarni a színészt. De ott valahogy nagyon érzékeny és jó, jól irányzott instrukciókat kaptam, vagy tanácsokat, vagy segítséget. Ez most hogyan ide? Nem, szerintem ezt a kritikusok mondják inkább meg. Hát te szerinted, tehát hogy nagyon sokat beleszól, nagyon irányít, vagy pedig tényleg ilyen szabadon hagy szárnyalni benneteket, vagy a kettő együtt? Hát szabadon hagyott szárnyalni, erős koncepcióval érkezett, amikor én dolgoztam vele, és nagyon jó előadás lett belőle ez a Pillantás a hídról, amiben dolgoztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy igen. Úgyhogy, de visszatérve Fehérvár. Igen, na most a Mácsai itt nagyon izgatja. Beszéljünk róla igen, akkor. Igen, jó, oké. Ez a Mácsai című műsor. Hamar kikerülted a témát. Hát oké. Ja jó, majd akkor én is nézem, hogy mi az, amit szeretnék kikerülni, és akkor hány feleséged volt? Négy. Négy? De azt nem kerülöm ki. Nem vagyok rá büszke. Uh-huh. Tehát ez egy butaság. Úgy jön le így a izébe, hogy az öreg azért, hogy ez egy... Fú, milyen? Nem, az mindegyik egy kudarc. Az ember nem azért nősül meg, hogy elváljon. De az a típus, hogy aki bele is halsz? Hát... gondoskodtak róla, hogy belehalljak. De nem is vagytok beszélő viszonyban, ugye? A többi feleséggel. Ők nem beszélnek velem, de biztos megvan az okukra. De ezen te nem gondolkodtál, hogy azért nagyon furcsa dolog, hogy három nő egymástól függetlenül úgy gondolja, hogy az élete későbbi szakaszában nem szeretne veled. Ugye, tudom, pótolhatatlan vagyok. De biztos gondolkodtál lehet, rajta. Nem. Figyelj, nem tudom, hogy gondolkodtam rajta, de nem jöttem rá soha, hogy mi lehet az. Tehát, hogy... Ők nem mondták meg? Mivel ahogy eljöttem onnantól kezdve, a köszönésemet se fogadják, ezért, tehát nem tudott egy párbeszéd kialakulni, hogy mi is lehet, vagy hogy lehet. De hogy jöttél el? Azt mondod, hogy ahogy eljöttél. Mindig egy másik nő. Ja, értem. Akkor hát itt a magyarázat. Ja, hogy mertek közben sokat rosszalkodtál. Ez a szakma sajnos ez adja a lehetőségeket, tudod? Ez minden szakma elmondhatja akkor ennyire. Hát igen, elmondhatják a színésznek, az orvosok. Mindegy. A lényeg az ugye, hogy ez a szakma, ebben a szakmában azért nem a konvencionális módon élsz, és vagy otthon a szabadidődben a családdal. Tudod? Ezáltal tehát ugye, ha... A Vörös Sárkányban mondjuk délután 4-5 órára mentem be dolgozni, éjjel egy óráig fél egyig dolgoztunk, akkor utána elmentünk az éjszakába, a trojkába, meg nem tudom, hova vagy, amit egyébként a Rózsaszín cicába fejeztünk be, ahol a Kórodi Iván és a Rácz Kati nyomta a jazzt, ez reggel 4-ig, akkor lefeküdtünk, és akkor délbe keltünk föl. Tehát, ugye, tehát de ez milyen rendszerességgel történt meg? Hát heti 5. De akkor örülhetett neked a feleséged. Ebben az időben a feleségemmel együtt dolgoztam, ez volt a harmadik, igen. Az elsőnél ottan nem, hát ott, de ott is ugye éjszaka. Tehát azért mondom, hogy nem egy családbarát. De neked szerintem, aztán ne hagyd, hogy ezt én beléd beszéljem. Nem tudod. Soha nem volt annyira fontos a családi lét, mint sokaknak. Nekem ugye ez tudom, de ezt, hogy nagyon csúnya dolgot mondok, majd egyébként, és nagyon, nagyon bunkó is vagy, hanem ugye nekem az első a szakma. Nagyon sajnálom, de így van egyébként. Második a motor. A motor a második? Igen, és a harmadik a család és a gyerek. A motor a második? A motor fontosabb, mint mondjuk a két gyerek. Fontosabb volt, igen, fontosabb volt. És ez mikor változott meg? Hát, szerintem egy olyan 20 éve, de inkább ugye 25 éves a fiam, körülbelül igen, ilyen 5 éves körüli volt, amikor a feleségem egyszer leültetett és elmagyarázta nekem, hogy van itt egy gyerek is, meg egy család is, aki azért igényt tartana rám, vagy valami. Addig neked nem is voltak ilyen érzeteid? Nem, én nagyon jól el voltam egyébként.
De figyelj, megpróbáltam biztosítani mindent a családnak egyébként, tudod? Tehát azért ez komolyan hozzáteszem, tehát jártunk színházba, jártunk vacsorázni, jártunk, tehát rengeteg koncertre, múzeum, minden. Te jelen voltál például a lányod életében, amikor kicsi volt? Abszolút. Igen. Tehát onnantól kezdve, amikor elváltam, akkor 7 éves volt, onnantól kezdve azt hiszem, hogy nagyon jelen voltam az életében. Tehát én volt úgy, hogy hetente ötszörök Szentendréről az Istenhegyi útra bementem, és hazavittem az iskolából, csak hogy, és akkor tanultam vele egy fél órára. Persze, nézd, a mostani feleségem azt mondja, hogy azért nagyon ne ájuljak el magamtól, vagy valami, mert ismer. Az, igen, mert, tehát, hogy mert azt mondja, hogy az első feleségem vállalta a gyereknevelésből a szart. Ugye, tehát a rosszabb oldalát a dolognak. Én pedig voltam a hétvégi jópofa apuka, akinek volt pénze, és akkor ide mentünk, oda mentünk. A lányom soha nem akart, tehát kifejezetten felháborodott, hogyha drága cipőt vettem neki, nem is vette föl. Tehát ilyen tüntetett ilyen dolgokkal, vagy valami, tudod, és ez volt a könnyebb oldala a gyereknevelésnek. De nagyon jó kapcsolatom volt velük, azt hiszem. És a fiammal kifejezetten nagyon jó kapcsolatom van. Azt meg tudod nekem mondani, hogy a mostani feleséged Igen. Mit tud, mondjuk, ami hiányzott az előző három kapcsolatodból? Mert valahogy nagyon megváltoztál. Figyelj, nagyon egyszerű egyébként, borzasztó egyszerű. Ezt minden nőnek tudom ajánlani egyébként. És ezt komolyan mondom. Tehát, hogy ilyen, amikor megismersz egy férfit, azon nem fogsz tudni változtatni. Főleg, hogyha ilyen 30 éves korában ismered meg már egyébként. Ugye? Mert ugye, tehát te csak azt hiszed. Tehát, hogyha iszik, vagy kártyázik, vagy csajozik, vagy vannak ilyen rossz tulajdonságok, és akkor azt mondod, hogy na, majd én nálam nem fog. Az csak ideig, óráig van. Én most nagy átlagról beszélek, persze lesznek kivételek, de ezek nagyon kevés egyébként. És ez az egyik része. Tehát, hogy ne álmodjon arról, hogy majd ő mellette más lesz. Nem, mert egy ideig, óráig kibújik az ember a bőréből, de nem fog tudni megváltozni egyébként, mert kialakult. Egy 30 éves ember kialakult egyéniség. Abszolút. Egy 20 éves még lehet úgy, ahogy csiszolgatni. Apám mondta, egy férfi 30-35 éves korára kiderül, hogy szar vagy kalap. Érted? És ez tényleg így működik a helyzet, tudod? És a mostani feleséged nem akart téged megváltoztatni? És nem akart megváltoztatni. Ő úgy kapott meg már engem, ahogy voltam, és két dolgot csinált nagyon jól. Egyébként meghagyta a szabadságomat. Az egy férfi számára, a nőnek a számára is biztos nagyon fontos. Tehát ugye mindig csak a magam oldaláról beszélek, de tudom, hogy a nőknek is nagyon fontos, hogy legyen szabadságuk. Tehát úgy érezzék, hogy nincsenek be. Nem úgy van, hogy neked reggeltől estig otthon kell ülni, délután elszámolsz, hogy én meg megyek az éjszakába, vagy valami. Meg úgy elhitette velem, hogy szabad vagyok. Ez azt jelentette, hogy... Elhitette? Igen. Az is valami. És nem biztos, hogy az voltam. Tehát, hogy nem azt csináltam, amit akartam, de ő úgy alakította a dolgokat, hogy azt hittem, hogy tényleg, oda megyek, és akkor megyek oda, sem, amit akarok. És onnantól kezdve nem olyan fontos, hogy hova megyek, és miért megyek. Hisz megteheted. Hisz megtehetem. Uh-huh. Tehát elveszti azt a nagy de én akkor is megmutattam. Azt meg tudod nekem mondjuk egy-egy mondatba jelölni, hogy a négy feleségettől, de beszélhetünk a korábbi háromról. Mindig jutott sokat mit tanultam. Ezt akarom kérdezni, hogy mit tanultál? Tehát mit változtattak? Az első feleségem az visszarántott az alkoholizmusból. Vissza kellett? Vissza kellett. Igen, akkor már nagyon ittam fiatal koromban. Az mit jelent? Mennyit? Hát, nem tudom, de 3 korsóval kezdtem naponta, tehát, hogy mert. Tehát tudod, ezzel, amikor egy kicsit remeg a kezed reggel. De akkor én ott megálltam. Tudod, de várj, azt tudod, hogy mi miatt volt mindez? Hát mi, hogy minden nap ittam. Igen, de hogy az életmód... Nem. A mi szakmánkban sok mindent látunk. Látjuk azt, hogy élnek a gazdagok. És akkor majmolja az ember ezeket a szituációkat. És akkor azt mondja, hogy én is ilyen király vagyok, én is amolyan király vagyok. És feleséget hogy tudott ebből kirángatni? Szólt erélyesen? Nézd, hát nem. Elmentem orvoshoz, és akkor azt mondta, hogy valami komoly problémák lesznek, úgyhogy én minden nap mentem, ez vagy pár hónapig injekcióra, és nem szabadott ráinni. És én akkor találkoztam, egy volt osztálytársam volt egyébként a feleségem az első. Uh-huh. És akkor találkoztam a Katával, és akkor a Kata mellett elkezdtünk járni megint.
normális életet élni, tehát színházba, ide-oda, amoda, és akkor így másztam ki ebből az egészből. Kata volt a, az első. Az első. Igen. A másodiktól mit tanultál? A második az egy ilyen. Az egy ilyen titok kapcsolat, arról senki nem tud különösebben semmit. És azt se lehet tudni, hogy általános, hogy mit tanultál ott, mi a... Attól? Hát, hogy csak az érzelmek voltak, vagy valami, az egy fantasztikus dolog volt, igen. Az volt a nagy szerelem. Nem, a harmadik volt a nagy szerelem. A harmadik volt a nagy szerelem. Igen. Reméljük most az aktuális. Így van. Nem hallgatja. De tudja, ő ezt tudja. Ja, értem, tudja. Akkor jó. Nem, nincs ezzel sebbé. Igen, ez egyébként nem. Hát férj, ezt tudja. Egyébként a harmadik volt az a... Az volt a nagy, őtől letanultam a precizitást, az öltözködést. Hát ezt kaptam, és rengeteget jártam vele is színházba. És aztán akkor is egyébként ilyen nagyon laza életet éltem, és akkor aztán, amikor jött a Hédi, akkor a Hédi az viszont... Ő a mostani feleségem. A mostani feleségem, ő kiemelt idézőjelbe téve abból a körből, ahol ez volt, ez a motorosok, kamionosok, ilyen nagyon macsó csapat, és akkor megint megkaptam azokat az értékeket, amiket egyébként ismertem. Ha mondjuk jó sokára fölkerülsz oda az égbe, és azt mondja neked az Úristen, hogy biztos hát... Biztos nem kerülök föl, nem. De mondjuk játszunk el a gondolattal, és azt mondja neked, hogy... Egyszer mindig azt, hogy mindig attól félek egyszer ezt a sok szemétséget, amit csináltam, egyszer visszakapom. Az borzasztó. A bűnök nem ledolgozhatók, szokták igen, volt mondani. Igen. És azt mondják, hogy hát, bíró úr, itt a Mennyországban bizony itt csak egy nő lehet. Itt nincs monogámia. Akkor tudod nagyjából, hogy ki az, akivel az idők végezetőig el lennél? Na mostanival. Mostanival. Igen, mindenféleképpen. És azt mondja, hogy nála nincs tabu téma, meg itt a válásba is belementünk. Azt én jól figyeltem meg, hogy te a pályát kezdetén eldöntötted azt, hogy a sajtótól, vagy a nyilvánosságtól, már amiatt egy civil életed illeti, azt hátrébb tolod, és ezt kevésbé akarod megmutatni, ugye? Így van. Igen. Ez egy konkrét döntés volt, tehát valamihez kötődik, vagy egész egyszerűen ez a te filozófiád? Az elején eldöntöttem, és éreztem, hogy ez valahogy nem kell, hogy része legyen az én szakmámnak, sőt, azt láttam, hogy vagy én azt éreztem, hogy egyrészt ez nem tartozik senkire, nem ezért akarok híres lenni, ha egyet a híres akarok lenni. Te sokkal sebezhetőbb leszel utána. Lehet, nem tudom, valahogy mindig túl fontos volt ahhoz a magánéletem, hogy ezt így tálcán kínáljam az embereknek. Volt erre nézve felkérés lapoktól, a bulvármédiától, showműsorokba való szereplésre való felkérés? Tehát... Volt, sokszor megkérdezték, ugye magánéletemmel kapcsolatban sokszor kérdezgettek, és hát eldöntöttem, úgyhogy még tartom magam. Most se fogok semmit sem mondani. Nem, én nem. Hát most előtt én is, hogy kicsit átolvastalak, nem láttam semmit. Nem, ez nagyon pontosan tartja. Azt jól figyeltem meg, hogy a filmen, tehát a filmvásznon való mesztelenkedéshez is nagyon tudatosan nyúlsz. Tehát van olyan film, ahol igen, és szerintem van olyan, ahol te mondhattál nemet. Ez akár színpadi darabra is vonatkozik. Például a Mester és Margaritába, ami tudomásom szerint úgy van írva, hogy mesztelenkedni kell, tehát a színésznő mesztelenül kellene, hogy megjelenjen, azt te nem vállaltad be. Nem, abszolút nem. Hát egyrészt különbség van szerintem a filmes mesztelenség és a színházi mesztelenség között. Teljesen más, van akinek a színházi könnyebb és a filmes nehezebb. Egyik se könnyű, de hozzám, hát, hogyha lehet így fogalmazni, közelebb áll a filmes, nem áll közel hozzám, de azt gondolom, hogy ha olyan a történet és indokolt a mesztelenség és nem öncélú, és nem csak azért van berakva, hogy nem tudom, valakinek az úgy tetszik jobban, öncélú módon, akkor van, hogy bevállalom ezt. Nyilván egy színésznek nem tudom, a teste az eszköze, a munkaeszköze úgymond, tehát ehhez így kell hozzáállni, és tudok így hozzáállni, de amikor nem indokolt, akkor azt nem szeretném azt támogatni ezt a gondolatot. Testdublőrt használtok, vagy? Volt olyan, hogy testdublőrt használtunk, igen. Azt egyébként el tudod nekünk magyarázni, akik szerintem se filmen, se színpadon nem voltunk pőrék, hogy mennyivel egyszerűbb filmen, mint színpadon? Tehát, hogy mi a különbség? Zártabb. Hát igazából nem tudom megmondani, mert színpadon én nem is vállaltam. Nem is vállaltam. De valahogy számomra az szinte elképzelhetetlen. Tehát nyilván
az ember soha nem mondja, hogy soha, mert nyilván lehet olyan szerep, ami miatt úgy érzem majd egyszer talán, hogy indokolt, vagy a Mester és Margarita, az pont egyébként ilyen lett volna, de mégis azt éreztem, hogy ezt nem tudom megtenni. És mit mondott a rendező? Elfogadta? Hát, elfogadta, de aztán nyilván még egyszer azért szóba került, hiszen ez tényleg le van írva, tehát Bulgakov maga leírta, tehát hogy instrukció ugyanent. De valahogy mégis azt éreztem, hogy én erre sajnos nem vagyok képes. Úgyhogy hát a filmes dolog az valamennyivel intimebben történik. Általában minden rendező és táv nagyon diszkréten kezeli, csak azok vannak ott, akiknek muszáj ott lenni. Úgyhogy ezzel így nem volt igazából rossz élményem. Nem, hogy mondjam, rossz indulatú a megközelítésem szerintem, de azon gondolkodtam készülve erre az interjúra, hogy számos olyan színésznőt tudnék mondani, akik bevállalták ezt, és most nem fogok neveket mondani, de nagyon sok filmen keresztül szinte megfigyelhető, és a külföldi karrier szinte mindenütt tetten érhető, hogy ők bevállalták a mesztelenkedést. És azon gondolkodtam, hogy te például, aki erre jól láthatóan általában nemet mondasz, lemaradtál emiatt szerepekről? Azt gondolom, hogy volt olyan egyébként, amikor még nem nagyon tudtam talán a módját ennek a dolognak, leginkább egy kommunikációs szempontból, szóval szerintem egy színész azt is megtanulja ezek alatt, az évek alatt, hogy mit, hogy kommunikáljon, mikor van az ideje egy beszélgetésnek például erről. De volt olyan szerep, ahol egyszerűen a forgatókönyvből az következett, és akkor már igazából a castingon mondtam, hogy nem akarok zsákba macskát árulni. Nem volt olyan szerintem, hát olyan volt, ami tematikájában nagyon távol állt tőlem, és mondjuk történetesen pont egy külföldi produkció volt. Nyilván ezeket az ember nem tudja meg, hogy mi lehetett volna. Mondjuk nem hallottam túl sokat arról a filmről, de ki tudja, lehet velem más lett volna. Ott fedeztek volna föl. Ki tudja, nem lehet tudni. Ez melyik film volt? Nem tudom, most már a címét, nagyon régen volt, de hogy egy fölkérés érkezett, és egyszerűen olyan volt a feladat, amit én egyszerűen elképzelhetetlennek tartottam, hogy ezt megcsináljam, és egyáltalán nem bántam meg. De nem volt ilyen, hogy valamit kifejezetten emiatt buktam be, mert hogy én így állok ehhez. Vagy hát ki tudja, lehet, hogy valaki emiatt nem gondolt rám, de hát mondjuk nem tudom, ez az ember változik, azért biztos, csak nem ezen múlott valami. Szóval. Szomorú lenne, ha ezen múlna. Hát furcsa lenne, igen. Te ambicionáltad, és még mindig ambicionálod a külföldi karriert? Én nem erőltetem a külföldi karriert igazából, csak szeretem, hogyha megvan a lehetőség, mert így valahogy az embernek a világát valahogy kinyitja, tehát most is van egy oldal, ahol fenn vagyok, és ahol vannak ilyen külföldi castingok. Meg van ügynököd is Berlinben, nem? Volt, de aztán végül vele már nem dolgozom együtt, de most éppen egyébként szeretnék valaki újat. Igazából nem tudtunk együtt dolgozni, és én úgy éreztem, mindig volt egy helyzet, amiben most jön Lajos, és nem fogja kérdezni. Kérdezni. Igen, nem szabad ilyen feldobni a magaslabdákat. Hogy mi volt az ok? Nem mondom meg. Nem. Csak azt gondolom, hogy esetleg ha külföldön tudsz bizonyítani, az egy nagyobb elismerést jelent egyébként? Nem gondolom. Én egyszerűen csak szeretek találkozni másfajta mentalitásokkal. Szeretem azt, csak kipróbálnád magadat. Persze. Is, tehát, hogy én elfogadom, azt is tudom, hogy van akcentusom, hogy ez nem nagyon fog változni, ha csak nem teszem fel erre az egész életemet, már pedig nem szándékozom, és tudom, hogy ez mondjuk milyen szerepeket hoz de magával. Tehát, igen, tehát de már volt olyan lehetőség, ami most ez így nyilván viccesen hangzik, de hogy tényleg majdnem megkaptam, tehát shortlistem voltam, és egy elég nagy ilyen nemzetközi produkcióra volt szó. Még nem készült el, nem beszéltek róla. Ja, nem is beszélhetsz ilyen. Nem, hát a castingon is ugye titoktartásit szoktak most már aláíratni. De hogy ott például ugye a szerep maga olyan volt, ahol az akcentus az szinte követelmény volt. És, de ez egy híres film lesz? Angolul, németül beszélsz? Hát kiderül, hogy híres film lesz. Elég jó a forgatókönyv, szóval remélem az lesz. Igen. Angolul, németül, vagy hogy? Angolul szoktam ezeken a castingokon. A németül csak inkább értek, meg kicsit gagyogok, és japánul meg már elfelejtettem, de... Igen? Tudtál japánul? Valamikor igen. Régen, igen. Azért én tavaly és azelőtt voltam kint Tokióban. Igen? De jó. Hát ott a konyha azért... Ott félelmetes, tehát elképesztő. Szenzációs. Nem értek hozzá, de... Neked megfordult a fejedbe, hogy ott élj, ugye? Japánban.
Igazából az történt, hogy modellkedtem, és akkor még a színműre jelentkeztem, csak még nem tudtam, hogy egyetem föl fognak-e venni, inkább azt gondoltam, hogy nem. És ahol modellkedtem, Kajdi Csabánál, ott igazából már... Kajdi a Cilánál, mindenki Cilánál. Által ismert Cilánál modellkedtem? Kérlek szépen, igen. Hát ez másfél évig tartott igazából. Hát ugye, mivel mellette gimnáziumban jártam, azért úgy annyira nem... tudtam eljutni magas szintre, meg egyébként a 172 cm-em nem is volt, azt hiszem talán az kevés, elég. Igen, az kevés. Hát még fotomodellkedéshez oké, de hogy szerintem az kevés, meg nem igazán tudtam jól eladni magam ezeken a modellcastingokon, szóval ott valami, hogy arra én úgy nem voltam képes, szóval nekem ez a színészeten keresztül tudtam inkább kibontakozni, ott úgy nem, vagy még túl fiatal voltam ahhoz, hogy így meg tudjam mutatni magam, vagy ezt az ilyen nőies vonalat, ami ugye ott kell. Egyszer nagyon büszke vagyok, Mihaly Kenikő helyett be kellett ugranom egy kifutóra, de azt hiszem az volt az első és utolsó kifutóm, vagy nem, volt még egy, de már a színészként, úgyhogy nagyon féltem, de nem tanyáltam el, úgyhogy tök jó. De ez nem is ambicionált téged? Egy fiatal lánynak ez maga a kánoán, nem? Nem, úgy nem ambicionált. Az jó volt, hogy hogy fotózások összejöttek, tehát ilyen úgynevezett editoriálok, különböző magazinoknál, női magazinoknál, szóval hogy abban úgy, az úgy ment, és az úgy elég, az úgy jó érzés volt, tehát azt mindig szerettem, az olyan családiasabb volt, úgy tök jó volt, úgy szépülgetni, meg úgy maga a fotózkodás is izgalmas volt, tehát egy kicsit valamennyire színészi feladat már. És tehát ezt szerettem, és igazából azt szerettem volna még a modellkedésbe, ha eljutok addig, hogy úgy már úgy volt, hogy a Japánba tudnék menni, és akkor az volt a tervem, hogy hát nekem az volt az A tervem, vagy úgynevezetten a biztos tervem, hogy akkor én japán szakra fogok menni, akkor előtte tök jól kijutni Japánba, ott jól megtanulni a japánt, és akkor így kicsit már egy előnnyel indulni jól a japán szakban. Jól érezted magad odakint egyébként Japánban? Tetszett az a fajta élet, mondjuk. Én nagyon-nagyon megszerettem a japán kultúrát, és a gimnáziumban, ahol tanultam a Városmajoriban, ott nagyon-nagyon jó tanáraink voltak, anyanyelvi tanárok is. Tényleg? Igen. Hoppá, kicsi öleg. És tényleg nagyon jó tanárok tanítottak, és nagyon megszerettem valahogy a nyelvet is, és amikor kint voltam, hát még 17 évesen voltam kint, és még előtte nem nagyon voltam egyedül külföldön, szóval azért úgy volt honvágyam eléggé, meg azért egy nagyon más kultúra, hát a kajákat, azt imádtam, tehát ott gyakorlatilag állandóan ettem reggeltől estig, szóval ott olyan kulináris élvezetekben volt részem, hogy ez fantasztikus, tehát azt a mai napig visszasírom, hogy tényleg egyszer... Voltál azóta kint? Nem, de szeretnék nagyon, de még nem jutottam ki, de hát alig várom, tehát az nem is lehet, tehát itt Európában azt nem is lehet hozzájutni azokhoz az alapanyagokhoz, vagy hát javíts ki, hogyha tévedek, vagy nem. Én nem találkoztam olyan... Nem. De ezt azt szokták mondani, hogy Európában vannak a 2-3 Michelin csillagos ugye szakácsok, akik ugye ott fönt az égbolt alján ott tanyáznak, kérlek szépen ők életükben talán egyszer-kétszer jutnak olyan alapanyaghoz, aminek a japánoknál egyébként ott úgy terül az asztalon, egyébként elképesztő. Olyan régiókban mozogtunk odakint, tudod, hogy tehát ugye amikor másodszor kimentem, mert ugye lehet rám mondani, hogy ez mégiscsak egy bunkó a bíró, de azt mondtam kérlek szépen a második alkalom, amikor kimentünk, hogy azt mondtam, hogy gyerekek, kultúrát most nem akarok. Nem akarok pagodát, nem akarok múzeumot, nem akarok semmit. Étterem, piac. Ezt szeretném a 10 nap alatt, mert nem biztos, hogy már ebben a korban ki fogok menni még egyszer, vagy valami, és ezt most maximálisan ki szeretném élvezni. Ennyi részege érettségi öltönyös férfit, mint péntek este látszik, még nem láttam sehol se, ugye akkor van a nagy berúgás, amikor tegezheted a főnököt, a főnök fizeti annyit a szemet. Annyit isznak a japánat? Egyszer én is részletem egy ilyen buliban, és hát az elképesztő volt. Tehát, hogy nem biztos, hogy sokat kell, hogy igyanak, de totálra tolják magukat egyébként, és ez minden pénteken így van. És rendkívül toleránsak velük egyébként, tehát én láttam mondjuk olyan csinos hölgyet, mint te, elegánsan fölöltözve, aki összecsuklott a metrónak ott a földön, és akkor oda mentek, fölrakták a padra, mellé tették a... Már hogy be volt rúgva? Persze. Igen, mert annyira tisztelik magát a munkát, tehát annyira szent gyakorlatilag a munka, hogy egyébként az kifogásnak, ha valaki azt mondja, hogy dolgoznom kell, az olyan, hogy mint azt mondta volna, hogy tényleg valami tabu, és emiatt tisztelik ennyire ezt a kikapcsolódást, ezt a hétvégi kikapcsolódást, és én is voltam ilyen buliban, igazából elvittek abban a nyelviskolában, ahova jártam, ott mindenki igazából már ilyen idősebb volt, akik japán egyetemre akartak menni, én akkor még
amikor ugye csak 17 voltam, szóval én nem ihattam szakét sajnos. Akkor de nem hogy ne sajnáld egyébként. Nem én, hát én bírtam volna. Te bírtad volna? Én bírtam, én bírom a piát, és a szakét ezt különösen nagyon szeretem, igen? De nem adhattak nekem, szóval ebbe azért nagyon szigorúak voltak, mert úgy ugye 21 év alatt ráadásul úgy, nem lehet inni. De ott én néztem, ahogy így 2-3 feles után üvöltözés, de ilyen tehát kedves részegek voltak, tehát nem volt para, de ott igen, igen. Ájultak el lányok, tehát őrület volt. Mentünk a karaoke bárba, vagy az előtte volt. Ja, igen, nem igen, 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 az azért nagy nagyon jó volt. Igen, egyébként. Igen. Igen. És a mi kis falunk kapcsán mondod azt a népszerűséget, azt meghozta? Már olyan értelemben, hogy a sarki fűszeres garantáltan azt fogja mondani, hogy igen, ismerem magát. Igazából szerintem, hogy a mi kis falunk meg a Bujék kapcsán kezdtek el így szerintem megismerni az igen. utcán Nagy Bánatomra. Nagy Bánatodra? De... Én nagyon szeretek elvegyülni, őszintén szólva, de nem, nem szoktam így nézni, hogy most ki néz, meg nem vagyok ilyen tőle ilyen ideges, meg ilyen nem s kezdek bujkálni, akkor meglepődöm általában, hogy jé, meg most ilyen maszkban mondjuk így el lehet bújni ezt. És ha nem vagy maszkban, akkor zavarba is jössz, ha oda megy hozzád valaki, hogy nagyon szeretjük a... Nem jövök zavarba, igazából örülök, mert ilyen egzotikus érzés, mert nem szoktak sokan odajönni, nem tudom miért, lehet, hogy mondom, hogy félelmetes vagyok. Egy idő után de... zavaró, nem? Nem, nekem tényleg nem szoktak annyian odajönni, hogy zavaró legyen. Általában mindig gyorsan átgondolom, hogy Úristen Jézusom, hogy nézek ki, mondtam-e valami csúnyát, viselkedtem-e csúnyán, mert ugye nem szoktam így, tehát nem szoktam úgy viselkedni, hogy akkor én most egy ismert színésznő vagyok, és akkor én most kisminkelem magam, és viselkedem, és akkor nem tudom mi. Szóval nem szoktam így szerepelni az utcán, és akkor van, hogy át kell gondolnom, hogy jó, akkor most így jól viselkedtem-e. És általában igen. Hát mindig jól viselkedem, igen, ez természetes, de azért átgondolom. Azt én jól figyeltem meg, hogy a mi kis falunkban a korábbi karaktereidhez képest egy másik karaktert kell alakítani. Tehát ott egy ilyen lükecsaj, vagy én nem is tudom, minek nevezzem a te szerepet szerinti csaj, nem? Egy lükecsaj? Hát ez egy enyhe kifejezés, ő igazából szerintem egy borzalmas pszichopata. Na, jó, akkor. Tehát, hogy ez a hölgy, Viktória, de nagyon imádom, tehát nekem ez nagyon, én nagyon szeretem az ilyen szélsőséges karaktereket. Lehet, hogy azért, hogy egy kicsit kitörj ebből a jó kislány szerepkörből? Nincs miből kitörni, ez ugye a kezdeti években, amikor még úgy nem volt nagyon mine aggódni, akkor az ember itt csinál magának ilyen problémákat, amikor nincsenek valós problémák. Szerintem, hogyha az ember jó kislányos szerepekben találja magát, és abból nem lesz egy izgalmas, élő karakter, az az ő hibája. Tehát, hogy minden szerep izgalmas, és minden szerepből ki lehet hozni valamit. És már van valós problémád is. Igen, most a szerencsére rengeteg problémám van, és akkor most már ez ilyeneken nem aggódom. Örülök, ha kapok szerepet. Én a kritikára mindig odafigyelek. Tehát a kritikát nem szabad elengedni a füled mellett. Van olyan, hogy gyökeresen megváltoztattál egy hozzáállást valamihez, a gondolkodásmódod azért, mert betalált egy bírálat? Abszolút, igen. Csak szakmai vagy? Azt én eldöntöm. Én azt eldöntöm. Tehát mindig azt mondjuk, hogy a vendégnek mindig igaza van. Azt, hogy a vendégnek igaza volt-e, vagy csak hülye volt, azt eldöntjük hátul a konyhán mi magunk. És ha netalántán az a legeslegrosszabb, hogy tényleg igaza volt neki egyébként, de odakint ő mindig azt kapja, hogy igaza van. Abban az esetben azonnal változtatunk rajta. De várj, én azt hallottam, hogy nálatok például, ha te krumplipürével szolgáltok föl valamit, kérdés, és azt mondja, hogy rizst szeretnél, akkor köszönjük szépen, mi nem adunk rizst, akkor tessék máshova menni. Így van, igen. Hát ugye itt ebben az esetben azt mondják, hogy egy verset kell neki szavalni, és akkor valaki felszólna, hogy lehetne ezen és sem. Érted? És akkor azt mondod, hogy a túrót azt igen. Igen, érted? Én ugyanígy vagyok vele. Nem. Azért tudod, mert ez ki van találva. Én kitalálok egy ételt. Ez egy koncepció. Fölépítem. Én az én kis buta fejem szerint én tudom azt, hogy ehhez ez passzol ízben, azért rakom úgy a tányérra. Tudod? Te ezért a 5000 vagy 10000 forintért nem azért jössz az étterembe, hogy te főzzél. Tudod? Tehát egyszer egy nagyon csinos hölgynek. De tényleg nagyon csinos volt. Te legalábbis nekem tudod, bejött ez a széles sportoló hát, tudod, aránylag nagy mell. Jó, minden jó volt, rendben volt. Tudta is, hogy jól néz ki, amit tudod nézni. És oda mentem természetesen azonnal, tudod, és akkor mondtam, hogy jó napot kívánok, segíthetek-e valamit, és akkor... Mindig oda mész? Tehát, hogyha egy... Hát, nem. Most ez a hölgynek nem, szól. Nem. Oda megyek egyébként, és ez nem a hölgy miatt mentem oda egyébként, de azért is oda mentem, vagy nem a vendég miatt megyek oda. Tehát a vendégekhez oda megyek, és szeretek velük beszélgetni egyébként. És valószínűleg ők is szeretik, hogyha ottan pofázgatok velük, vagy valami. És akkor mondom, hogy segíthetek-e valamit.
Hát le se szart egyébként, hát itt rám se nézett, hogy csak így. És akkor mondja, hogy van csirke? Mondom, van. Azt mondja, és gomba? Mondom, gomba is van. Akkor kérnék egy csirkét gombás rizssel. Hát mondom, hogy sajnos nem lehet. Azt mondja, és akkor nézett rám először, tudod, ilyen. Miért? Mondom, azt hittem, hogy jó pofa leszek, de hát szarúsult el a dolog, azért ezt hozzáteszem. Én legszépen mondtam, tetszik, hogy itt két dolog nem fordul elő, hogy ön főz, és én rendelek. Itt fordítva van. Hát akkor megsértődött, főhúzta az órát, de szerencsére a mama bírófan volt, és aztán kiköszörültük a dolgát, főzőtön folyamat rendeztem gyorsan az asztalán, vagy valami. A lényeg az, hogy kapott egy zöldborsós risotto csirke mellel. Majd kijöttem, egy negyed óra múlva, 20 perc, amikor már evett, és így finoman csorgott a vaja szája szélén, tehát nagyon élvezte a kaját, hogy elemeket, és akkor oda mentem, hogy milyen, és akkor azt mondta, hogy isteni. Na most figyelj, ugye ez, elmondom, hogy mi történt volna. Legalábbis lehetségesen. Tehát megkapta volna egyébként a gombás rist, megkapta volna a csirke mellett, elmennek, találkozik a barátnőjével, mondja, hogy hát voltunk fönt a kisbíróba, azt mondja, és milyen volt? Hát nem egy nagy szem. Ezért nem engedem meg. Uh-huh. Nem engedem meg a cserét. Nem, nem. Azt én megengedem mondjuk például a véres húst, hogyha át kell sütni, azt se csinálom meg. Ugye? Tehát, hogy nem vagyok hajlandó egy 50 eurós, kilónként 50 eurós húst elszúrni a te kedvedért. Érted? Van a, azt hiszem, ha jól emlékszem, a hajnali részegség, és azt hiszem 5 vagy 6 előadótól van meg. És egy ilyen kis szar, ócska régi kazettán van meg a Stankaitól. És megvan Kaszástól is, és Attilát nagyon szerettem. És de az 5 előadótól ugyanaz a vers, 5 különböző vers. Érted? Mert az az övéké. Az az övé lett. Egy ételt, amit én megcsinálok, az az enyém. Uh-huh. Abban ne variáljon bele senki. Ja, arról beszélgettünk, hogy Lajos mennyire tudja, hogy mit akar. Te az a típus vagy, aki könnyen a sarkadra állsz konfliktus helyzet esetén? Akkor csak igazán, amúgy nem annyira, de igen, konfliktus helyzet esetén azért nem szoktam hagyni magam. Minek? Szereted a konfliktust? Nem, azért nem szeretem. Hát jó, néha van, hogy vicces. Szeretsz vitatkozni? Vitatkozni szerettek a kultúrált. Igen, a kultúrált a vita, akkor igen. Meggyőzni szóval a másikat. Igen. Fölékerekedni egy kicsit. Hát nem feltétlenül, de hogyha valamiben hiszek, és valamit úgy érzem, hogy az igaz, akkor ezt szeretem. Így van. Amíg meg nem győznek az ellenkezőjéről, addig azt szeretem képviselni. Nehezen győznek meg az ellenkezőjéről? Most már alakulok, azért régebben nehezebben, de most már azért... Képes, vannak képes itt közös vonalak, rá? De minek kell történni, hogy felemeld a szavad, vagy hogy a sarkadra állj? Tehát milyen természetű, vagy kilengésű konfliktusra kell gondolni? Hát alapvetően egyébként nem szeretem a konfliktust, tehát alapvetően hiszek abban, hogy tiszteletteljes viselkedéssel, jó kommunikációval általában a helyzetek vagy problémák nagy többségét meg lehet oldani. De hogyha például valaki nekem jön, vagy nem illendő módon viselkedik, uh-huh. vagy nem adja meg azt a tiszteletet, amit én megadok neki, akkor azt általában azt nem szeretem. Volt egy monodráma, amit te ott hagytál. Ott az konfliktus miatt volt? Tehát nem. Nagyon más volt az elképzelés, a rendező és a te elképzelésed? Egyébként nem hagytam még ott, még lehet, hogy fogom játszani, csak átmenetileg most éppen nem játszom. Hát az van, hogy nem olyan lett egyelőre, még nem olyan az előadás, amilyet én szeretnék, vagy amit ugye elképzeltem ebben a témában, és azért úgy éreztem, hogy abban a formában nem tudok vele azonosulni, de benne van a fejemben, és még szerintem még akár lehet is bőle. Tehát másfél órányi szöveget megtanultam, azért azt nem akarnám kidobni a fenébe, de mondjuk legalább már arra jó volt, hogy tudom, hogy megvagyok, tehát képes vagyok megtanulni másfél órányi szöveget, mert ez is nagy dolog. Az rettenetesen sok, ugye? Hát az hány géppel tolda?
Hány gépet ott? Hát másképp nem működik az ő agyuk egyébként. Valószínű. Tehát, ugye, tehát arra ugye, nem emlékszem a szövegére. Biztos, hogy ezt is lehet tréningezni, lehet tanulni, igen, vannak erre trükkök, vagy valami. Igen. Ugye, tudod, ez mindenkinek másra áll rá az agya, gondolom én, érted? Igen, nekem arra áll rá az agyam, hogy egy évben 300-400 kaját kitaláljak, nekik arra, hogy megjegyezzék, érted? Nekem nem áll rá arra az agyam, hogy 10 nevet megjegyezzek, érted? Pedig igen. Szedem a ilyen, olyan, nem mondjuk gyógyszernevet. Frantominak mondtam, tudod, hogy mondom, Tomi, tudod, az agykutatót, és akkor mondom, neki mondom, Tomi, hülyülök, mondom, mit csinálják, azt mondja, te mondom, anyám még annak idején szedtek egy gyógyszert, azt mondja, hát ha hiszel benne, szedjed te is, kész egy gyógyszert. Igen. Azért remélem, hogy mi nevünkre emlékezni fogsz. Törőség Franciskának is, Bíró Lajosnak, nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük.